Köszöntöm kedves nézőinket, Önök Itthon Otthon című magazin műsorunkat látják. Vendégünk a stúdióba Szóla Tibor polgármester úr, akivel a januári képviselőtestületi ülés néhány napi rendi pontjáról fogunk beszélgetni, illetve egy-két más olyan dologról, ami fontos Hajdonállás város életében. Jó estét kívánok, polgármester úr, és akkor kezdjük rögtön azzal, hogy ugye itt a januári képviselőtestületi ülés, tehát a január 25-i képviselőtestületi ülés nem közvetlenül élőben történt, hanem majd felvételről, több alkalommal is. Tudunk erről valami közelebbit is mondani, hogy miért történt ez? Mert hogy ugye azt hiszem, hogy elég sokan várták, azért nézik meglehetősen szép számmal a testületi ülések egyenes közvetítését. Ezt most is megtehetik, a közvetítést mindenképpen tudják nézni, élő egyenesben nem, de ennek igazából nincs jelentősége, véleményem szerint. Egyrésztről az év végén láttam azokat a folyamatokat, amelyek eluralkodni látszanak a testületi üléseken, a bizottsági üléseken, és én már decemberben jeleztem azt, hogy azt gondolom, hogy a polgármesterként meg kell azt vizsgálnom, hiszen mi alapvetően nem önmagunkért vagyunk, hanem azért vagyunk, hogy intézzük a város lakók, a város ügyeit. És én azt gondolom, hogy ennek okán kellett egy pár intézkedést tennem. És ezeket meg is tettem. Egyrésztről a közvetítésnek azt a show műsor jellegét próbáltam csökkenteni. Azt kértem a televíziótól, hogy egy kamerával vegye nyilvánvalóan, utána pedig adja le, ismételje meg. Maga a nyilvánosság, maga az átláthatóság a testületüléseknek nem csökken, de alapvetően az a fajta a televíziónak, a kameráknak szereplünk, a bizottsági üléseken már nem is beszéljük meg a ügyeket, mert tartogatjuk a televízió számára. Azt gondolom, hogy nem ez a testületi munkának nem ez a lényege és nem ez az értelme. Ha valaki egyébként szeretné a város lakosságát tájékoztatni, akkor eljön a televízióba és tájékoztatja, továbbra is ez így lesz, vagy csinál magának olyan nyilvános fórumokat, ma már erre azért nagyon sok lehetőség van, semmiféle korlátozás ebben a tekintetben nem történik. A másik javaslatom az az volt, hogy Bódi Juditot a pénzügyi bizottság éléről hívja vissza a képviselőtestület. Nagyon fontos, tehát elhangzott, hogy ezt nem lehet megtenni, mert őt megválasztotta a város. Valóban a város, az a körzet megválasztotta a képviselőnek. Ebbéli jogai semmilyen formában nem csökkennek. Ugyanúgy tud kérdezni, ugyanúgy tud minden információhoz hozzájutni. Egy dologban különbözik majd a következő időszak. Egy bizottsági elnök, legfőképpen a pénzügyi bizottság elnök, az egy nagyon fontos bizottság, ügyrendés pénzügyi bizottság. Az egyfajta munkatársának is kéne, hogy legyen a polgármesternek, oda-vissza egyébként. És a novemberi testületülés előtti pénzügyi bizottság, ami valljuk be őszintén költségvetés elfogadása jön, a költségvetés előkészítése időszak jön, az látszott, hogy szándékosan úgy hívta össze, hogy gyakorlatilag nem volt működőképes a bizottság. És ebbe a szándékosság volt a legrosszabb. És én azt gondolom, ilyenkor el kell az embernek gondolkodnia azon, hogy egyébként hogyan és miért dolgozik. És ebben nincs ilyen kötelezettségünk. 19-ben, amikor egy patthelyzet alakult ki a testületbe, akkor gyakorlatilag az ellenzék nagyon sok mindent kizsarolt tőlem, hogy egyáltalán működőképességét megőrizze a képviselőtestület. Akkor is ezt kellett szem előtt tartanom. Nagyon sok olyan alkuba kellett belemennem, ami az egyébként nem volt sok kedvem. De nyilván az a helyzet az azt diktálta. Egy év múlva megváltozott a helyzet. Ennek ellenére nem váltottuk le az alpolgármestert, aki így lett kizsarolva, és a bizottsági helyeket sem osztottuk újra föl, pedig erre minden lehetőségünk meg lett volna, és a politikai logika is ezt diktálta volna. De azt mondtuk, és azt mondtam, és azt gondolom, hogy kellőképpen türelmes voltam, hogy adjunk lehetőséget arra, hogy együttműködünk. Ha valaki azt látja, hogy az elmúlt évek, az elmúlt hónapok történései ennek adtak teret, hogy az együttműködés az javul, és mondjuk van egyfajta konszenzus a testületen belül, akkor nyilvánvalóan azt a véleményt tiszteletben tartom. Én nem ezt látom, pont az ellenkezőjét látom.
sodródunk bele egy választási időszakba, és azt láttam, hogy gyakorlatilag van egy pont, amin már nem szabad, hogy túlmenjünk, mert egyébként az már veszélyezteti a testületülésnek, a testületnek, az önkormányzatnak a működőképességét, vagy éppen a hatékonyságát. Mert nyilván az nem mindegy, hogy egy döntést hány nekifutásból és milyen előkészítéssel kell megvalósítani, mert végül is ez egy üzem is, tulajdonképpen működnie kell az önkormányzatnak, működnie kell a hivatalnak, de akkor tudunk hatékonyan működni, ha az olajozottan működik, és nem ellentétes irányba próbáljuk meg az ügyeket vinni, hanem van egyfajta, legalább alapkonszenzus. Ezt én már az utóbbi időben ilyet nem látok. Ugye a testületülés kezdése, polgármesteri, alpolgármesteri jelentések, hát ugye itt most már a hónapok óta szokásos, olyan vagy közel egy órányi oda-vissza beszélgetés zajlott, hogy finoman fejezzem ki magam. Ezeknek lehet valahol valamilyen szintén valamilyen időkorlátok, vagy valami közé szorítani, vagy egyáltalán. Tehát hogy lehetne azt elkerülni, hogy gyakorlatilag például most is volt, ha jól láttam, 2 óra 15 perc volt a tiszta közvetítési idő, tehát leszámítva a zárt üléses történeteket. Ebből gyakorlatilag majdnem egy óra ment el oda-vissza. Ugye eszmecserét az utóbbi időben, lásd az elmúlt hónapokat, gyakorlatilag egy sor olyan vád éri a város vezetését, többnyire engem, de inkább a polgármester asszonyt egyébként, de úgy összességében, ami nincs alátámasztva egyébként semmivel sem, érzések, sejtetések, és tulajdonképpen egyfajta hergelése a város lakosságának. Ez beleillik abba a forgatókönyvben, amit most nagy ellenzéki együttműködések csinálnak évek óta. Ez most beköszönt hozzánk is, vagy éppen mondhatom azt, hogy berúgta az ajtót, és ez itt van. Ugye van egy lehetőség, hogy nem veszünk róla tudomást, és nyilván tudjuk a dolgunkat, és csináljuk. Ez egyébként ez egy csapda is, mert nyilván nekünk eközben működtetni kell egy várost napi szinten, és amikor azt gondolják, hogy ilyen, az önkormányzati munka, ez napi 8 órás tevékenység, akkor szerintem nagyon sokat tévednek. Nyilván nekünk hétfőtől péntekig helyt kell állni polgármesterként, alpolgármesterként, hivatali munkatársként, ez az ő rájuk is vonatkozik. Általában a hétvégéken meg programok vannak, és akkor is helyt kell állni. Eközben kell válaszokat adni azokra a véleményem szerint teljesen alaptalan és ilyen kitalált, sokszor ilyen mindenféle alaptalan vádaknak, ami egyébként nyilván nagyon sok energiát viszel, és nagyon-nagyon elviszi a fókuszt arról, ami a valódi dolgunk lenne. És ugye, hogyha nem válaszolunk, az a baj, és ilyenkor meg egyébként, amikor meg az ember azt mondja, hogy akkor jó, akkor én azt gondolom, hogy akkor ennyi volt, és akkor kell, hogy válaszokat adjunk ezekre, és az meg sok időbe kerül, és ráadásul ezen meg megsértődés is van, mert egyébként milyen dolog az, hogy mi meg elmondjuk azt, amit mi gondolunk ezekről a dolgokról. De mehetünk ezekben sorban, de már ott tartunk, hogy én mondjam meg, hogy a szabadságom alatt hol, kivel, miért és milyen formában beszélgettem, hol vagyok, mit csinálok, miért járok az önkormányzat kocsijával, és hogy valami, nem tudom, ilyen bűnös ügyek, hogy akkor én biztos magánhasználatra használom, és csak azért megyek valahova a kocsival, hogy én iszonyatos költségeket okozzak a város lakosságának. Én azt gondolom, hogy ha mélyre nézünk ezeknek az ügyeknek, érdemleges olyan mértékű használat, ami ezeket alátámasztaná, egyébként nincsen. Az önkormányzatnak van egy szabályzata, mi a szabályzat szerint használjuk ezeket a járműveket. A képviselőtestületnek egyébként más elképzelése van, akkor ennek a képviselőtestületnek egyébként van arra lehetősége, hogy ezen változtasson. Hozzáteszem, hogy ez, és nézzünk egy picit ennek a mélyére. 2019-ig aránylag egy békés időszakát élte a város. És hogyha meg egy picit még visszább megyünk, akkor muszáj arról beszélni, mert nem értik meg máshol. Lassan felnő egy generáció, aki nem ismerte a 2010 előtti időszakot. Én magam közéleti emberként úgy tudom magam megfogalmazni, hogy civil képviseleti emberként azért álltam bele ebbe a sokak számára nem elfogadható és sokak számára nehezen értelmezhető közéleti szerepbe,
Mert azt gondoltam, hogy ez a város többet érdemel attól, mint hogy vergődik egy gazdasági érdekcsoportnak a szorításában. Mert ha megnézzük a 90-es és a 2000-es éveket, akkor arról tudunk beszámolni, hogy egy gazdasági érdekcsoport fogjul eltette ezt a várost, és ő határozta meg, hogy mit lehet ennek a városnak, vagy mit nem. Erre egy ekletáns példa, és én ezt föl is ajánlottam, de szerintem ez egy jó lehetőség is. És ha belegondolunk, és még valaki emlékszik a 90-es évekre, amikor sorba szűntek meg a munkahelyek, akkor hatalmas szükség lett volna arra, hogy itt iparfejlesztés legyen, és legyen valamiféle gazdasági erő ebbe a városba, ami elment, és utána meg elmentek az emberek ezrével ebből a városból. És akkor volt egy elmés vita, ami arról szólt, hogy kell itt iparfejlesztés, akkor erre voltak források, akkor éppen újfent, vagy első körben a Fidesz kormány volt, és komoly iparfejlesztési és ipari parkfejlesztési források voltak. És Török István akkor lángoló, hevületű vállalkozóként, önkormányzati képviselőként azt tűzte az ászlóra, hogy csináljunk itt iparfejlesztést, mert ez fogja a gazdasági erőt visszahozni ebbe a városba. És volt egy elképzelés az akkori vezetésnek, hogy egyébként, ha, és ez nyilván nem volt kimondva, de az arról szólt, ha itt iparfejlesztés lesz, az olcsó munkaerő megszűnik azoknak a gazdasági erőknek, akiknek az volt az érdeke, hogy olcsó munkaerő maradjon Hajdúnáláson. És ebben a buta vitában elveszítettük a lehetőséget arról, hogy az akkori iparfejlesztés megvalósuljon. Most hozzáteszem, 25 évet kellett várni. 25 év. Az egy emberöltő. Hogy most újra legyen lehetőségünk arra, hogy ezt valamilyen formában bepótoljuk. Ennyi egy rossz döntésnek egyébként a következménye. Én akkor fiatal emberként azt mondtam, hogy ezen változtatni kell. Ezzel ellen fogalmaztam meg minden identitásomat és minden politikai elképzelésemet. És 2010-től gyakorlatilag ezt valósítom meg. Nem csinálok más, mint ez valósul meg. És 2019-ig volt valamiféle konszenzus. Én nem szólok bele ennek a gazdasági erőtérnek a működésébe, sőt, mint gazdasági szereplőt, hogy nekem polgármesterként van lehetőségem, inkább segítem. Ők meg nem akarják megmondani a városnak, hogy egyébként milyen irányba haladjunk és mit csináljunk. Ez egészen 19-ig tartott, 19-ben szerintem elfogyott a türelmük, és azt gondolták, hogy félretéve egyébként a régi sérelmeiket, több ilyen gazdasági érdekcsoport összefogott, és azt mondták, hogy akkor ők megváltoztatják ezt a dolgot, polgármesterként maradjak én a helyemen, de egyébként majd ők megmondják, hogy nekem mi a mozgásterem és mi nem. Ez volt a 19-es választás, és ez nem sikerült ebben a formában, és 19 óta van egy ilyen hatalmas ellent tét a testületen belül, és megpróbálják bebizonyítani, hogy amit csinálunk egyébként, az nem való semmire se, és majd egyébként ők majd meg fogják mondani, hogy mi legyen. Ezzel egyébként nincs baj, mert hogyha nyíltan beszélünk és arról beszélünk, hogy ők vissza akarják venni a város irányítását, akkor ez egy nyitott, tiszta beszéd. A városnak kell eldöntenie, hogy ezt akarja, hogy visszafordul-e azon az úton, amin elindultunk, vagy nem. Nekem egyébként, mint aki bejelentette már, hogy nem kíván tovább indulni, és nem akar polgármestere lenni ennek a városnak, ebben a formában, ahogyan ez mostan történik, mondhatnám, fölteszem a kezemet, és azt mondom, hogy tulajdonképpen utánam az özönvíz. De én itt élek, eddig is itt éltem, eztán is itt fogok élni, és nem tehetek más, mint hogy őszintén elmondom a város lakosságának a véleményemet. És ez történik. És én nem hiszem egyébként, hogy ez egy jó irány, amit ők szeretnének tenni. Újra egy gazdasági érdek fogja meghatározni a város fejlődésének a lehetőségét, ahelyett, amit korábban csináltunk, hogy leültünk, demokratikusan megterveztük a városnak a jövőjét, megbeszéltük, hogy milyen irányba kellene haladni, milyen célokat szeretnénk magunk elé tűzni, majd emögé besorakoztattuk a fejlesztési lehetőséget, és meg is valósítottuk. A sikere, ha van ilyen ennek a városnak, szerintem egyébként van, akkor ez a kulcsa, hogy közösen terveztünk, és olyan fejlesztéseket valósítottunk meg, ami egyébként a város lakói számára kívánatosak voltak. Na ez van most szerintem veszélybe, és ezért folyik most egy harc, amiben most már beszáll az országos politika, és gyakorlatilag itt van, és minden eszközével és minden habitusával megjelenik a közéletbe. Ezzel ellen egyébként hozzáteszem, hogy az emberek többsége védtelen, mert az emberek úgy vannak összerakva, hogyha hall valamit, azt elhiszi, mert azt gondolja, hogy egyébként a másik is őszintén beszél. Csak ma már újra van egy ilyen mondás, hogy a cél szentesíti az eszközt, és ez egy kifogyhatatlan kelléktár, és én attól félek, vagy inkább ettől féltem a várost,
hogy egyébként ezeket a kreált dolgokat befogadja, elhiszi, és erre mindig van, aki rezonál, de én bízom a nyugodt, csendes többségbe, aki meg érti azt, hogy a város fejlődése szempontjából milyen tét előtt állunk. Hozzáteszem, legyen bárki a polgármester, vagy legyen bárkik a polgármester jelöltek, ez legfőképpen nem erről fog szólni, hogy ki lesz a polgármester, hanem arról fog szólni ez a választás, hogy a város azon az úton, amin elindult, tud tovább fejlődni, vagy újra egy ilyen szoros ölelésbe keveredik, és gyakorlatilag az a fajta önállóság, a szuverenitása a város vezetésnek, a városnak megszűnik, és visszatérünk azokhoz az időköz, amiket egyébként mi korábban ismertünk, de közben felnőtt egy generáció, akinek fogalma nincs arról, hogy ott milyen viszonyok uralkodtak. Míg ön itt beszélt, eszembe jutott, de ez tényleg csak egy ilyen megjegyzés, hogy ugye az ipari park is tényleg Török István annak idején mert szélességgel kiállt, és nem sikerült. És szerintem analógiája a munkásszállás is. Mert hogy ugye akkor volt egy alkalom, egy lehetőség. Éltek vele. Nem szociális bérlakások épültek, de akár még az is lehet belőle. Nem tudom. Tehát, de ez csak egy ilyen mellék. Elkezdeni azt, hogy ez azért érdekes, amit most mond, mert hogy, és mindig kérdezzen rám is, legyen szíves, hogy akkor mivel támasztom alá, mivel bizonyítom azokat az állításokat, amiket teszek, mert szerintem ez fontos. Ezek olyan kérdések, amelyekre érdemes időt szánni. Ha ebben a dologban, erről a dologról beszélünk, itt munkásszálló kérdése, akkor nyilvánvalóan én fölemeltem azon a közmeghallgatáson, vagy azon a találkozón a várossal egy olyan lapot, ami arról szól, hogy kaptunk egy kérelmet, amiben a TEDEI ZRT vezetője, Bódi László kéri tőlünk, hogy adjuk el nekik azt a iskolai épületet, mert hogy ők szeretnének pályázni, korábban már pályáztak, és ott egy munkásszállót szeretnének építeni. Tulajdonképpen ez adta, akár mondhatnám, hogy az ötletet is, a javaslatot is magunk felé, hogy ugye kerestük ennek az épületszájnak a felújítási lehetőségét, a használhatóságát. Az, hogy később nem építették meg, az egy kérdés vett föl, de én nem is azt mondtam, hogy munkásszállót építettek. Én azt mondtam, hogy munkásszállót szerettek volna építeni, és az önkormányzat épületét szerették volna megkapni. Lehet, hogy ők ezt ingyen gondolták, mi nem tudjunk ingyen odaadni egy ingatlant, nem is tettünk mást, felértékeltettük, és azt mondtuk, hogy az értékbeesítés alapján a szabályos önkormányzati eljárás szerint ennyibe kerül ez az épület, ha kívánják egyébként az önkormányzat hajlandó értékesíteni a számukra. És amikor mi ezt felújítottuk, ezt az ingatlant, akkor ránk zúdult ez az egész történés, aminek van egyébként tanúsága, ezt a tanúságot én lemondtam. És azt gondolom, hogy abban a helyzetben a békesség irányába kellett menni, és ez mi tartjuk is magunkat, továbbra is azt az álláspontot képviseljük, hogy a városközpontba nem fogunk nem magyar munkavállalókat hozni. Én bízom benne, hogy ezt tudjuk is magunkat tartani, és próbáltam ezzel azt a fajta a hergelés után az embereknek a álláspontját elfogadni, és utána egy ilyen esetben nagyon nehéz már észérveket hozni, hogy egyébként most csak megkérdezem, hogy egy idegen forgalmilag egyébként mégiscsak magunkat elhelyezzük valahol egy palettán. És mondok, kérdezek egy egyszerű dolgot, akkor nem fogjuk beengedni a lengyel turistákat? Mert itt ebbe az egészbe az átverés, a migráns és a vendégmunkás közötti különbségnek az elmosása. Nem nagy különbség van közöttük, mondhatjuk, de egyébként annyi van, hogy ez egyik az adótból akar megélni, a másik meg adót fizet, és gyakorlatilag hozzájárul a gazdaságnak az erősödéséhez. És ugye a másik nagy hazugság az volt, hogy ez el fogja venni a nánási embereknek a munkáját. De ezek a mondjuk, hogy vendégmunkások, ezek most a nagy ipari központok építkezésén dolgoznak, ezek nem vesznek el nánás emberektől munkát, hiszen ezeknek a kivitelezésére érkeztek volna, zárójel bezárva. Nyilván a központban ezt meg tudjuk tenni. Egyébként én azt tudom, hogy azóta is vannak vendégmunkások a városban, különböző szálláshelyeken, és ezeket a szálláshelyeket én nem tilthatom meg, hogy ők ilyen vendégmunkásokat szállásoljanak el, akik egyébként reggel mennek, este jönnek, és végzik a dolgokat, és épülnek azok a beruházások a környezetünkben, aminek épülnie kell. De ez jól rámutat arra, hogy milyen két arcúság van ebben a történetben is. No,
Mi is jól elbeszélgettünk itt a műsor elején azokról a témákról, amik gyakorlatilag a testületi ülés első felét képviselték, de térjünk rá egy-két konkrét napi rendi pontra. Például, ugye beszéltünk mi már arról, hogy a köztemetőben elég nagy fejlesztések indultak el 2023-ban, de még azért maradt megvalósítandó cél. Mit tudunk erről nagyon röviden elmondani, polgármester? Nagyon röviden nem tudom, de igyekszem. Olyan előterjesztések fognak a következő időszakban érkezni a képviselőtestület elé, ahol folyamatokat mutatunk be, és folyamatokat próbálunk megértetni, és demonstrálni egyébként számokkal, különböző dokumentumokkal, és ilyen a temető működése is. 20-ba vette át az önkormányzat ennek a temetőnek az üzemeltetését. Addig a Hépszol Kft. Üzemeltette, mint sok évtizede stávon működő olyan cég, aki a város működésével kapcsolatos területeket kezelte. A temető, amikor megvizsgáltuk, hogy milyen állapotban van, egyrészt egy jelentős problémákkal küzdő ágazata volt a Hépszolnak, és látszott, hogy beavatkozás nélkül gyakorlatilag egy ilyen negatív spirálba volt a temető, elhanyagolt volt, és egy sor olyan szabálytalanságot észleltünk, ami egyébként nyilván egy önkormányzati működés kapcsán az nem megengedhető. Ha van róla tudomásunk, és látjuk, hogy egy önkormányzati ágazat szabálytalanul működik, nyilván egy önkormányzat ezt nem engedheti meg magának. Ezért hoztunk egy sor intézkedést, aminek komoly visszhangja volt, és egyébként nem kaptunk ebbe semmiféle támogatást az ellenzék részéről, de ez én alapvetően hozzá vagyok szokva, nem ez dönti el, hogy meghozunk egy döntést, vagy nem hozunk meg egy döntést. Meghoztuk ezeket a döntéseket, és most nagyjából 4-3 év elteltével arról tudunk beszámolni, hogy elindult egy teljesen ezzel ellentétes folyamat, megfordítottuk ezt a folyamatot, a temető rendezett állapotban van, mindenféle szabályosságnak megfelelünk, és a munkafeltételek is olyanak a temetőben, ami egyébként elfogadható, kialakult egy, én legalábbis ezt tapasztalom, nekem ezt mondják az ott dolgozók, egy jó kis kollektíva, akik szeretnek együtt dolgozni, és azok az anomáliák, amelyek egyébként voltak, azok megfordultak és megszűntek. És elkezdtünk lépésről lépésre fokozatosan a temető szempontjából jelentős fejlesztéseket megvalósítani, ami nem fog megállni a következő időszakban is, és gyakorlatilag megvizsgáltuk ezt azt egyébként, mert szokott ilyen vád érni bennünket, hogy a temetkezés megfizethetetlen. A temetkezés szerintem drága, de az sose volt szerintem olcsó. Megnéztük azt, hogy a környező településekhez képest nálunk milyen árrendszer van, mennyibe kerül egy adott temetés, és azt vélték a kollégáim a számokból kiolvasni, hogy 20-30%-kal olcsóbbak vagyunk, mint a környező települések temetkezései. Tehát nagyon röviden, ugye mint minden más szolgáltatás esetében, gondolom itt a temetkezésnél is vannak kategóriák, tehát gondolom van egy alap, és aztán van a luxus. Igen, hát ha lehet a temetkezésnél luxusra beszélni, sokkal magasabb szintű kellékek és dolgok vannak. Hozzáteszem, hogy az alap, elnézést, az alaphoz is van egy másik arca is az önkormányzatnak. Ha egyébként valaki olyan szociális helyzetben van, hogy számára a temetkezés megoldhatatlan probléma, nyilván akkor az önkormányzatnak van egy kötelezettsége, hogy segít ebben. És a szociális oldalon készen állunk erre, forrásaink is vannak, és ajánlom is magunkat. Ha valaki olyan helyzetben van, akkor nyilván az önkormányzat ebben segít. És egyébként az ár listából fogalmazzak így, mindenki eldöntheti, hogy milyen jellegű és milyen színvonalú temetést szeretne megvalósítani, de én azt gondolom, hogy ez nem egy árverseny és nem egy divatverseny. Én azt gondolom, hogy a méltóságát kell megadni a temetésnek, és ehhez az elmúlt időszakban nagyon sok alapfejlesztés és alapkarbantartást tudtunk megtenni a ravatalozó környezetében. Bár nyilván ez egy nehéz, vagy nem szívesen beszélünk erről, de azt, hogy mondjuk egy hűtő egy ravatalozóban hogyan működik, milyen megbízhatóan működik, hol lehet elbúcsúzni egyébként a szeretteinktől. Korábban az volt, hogy kihúzták ezen a tepsin, és ott lehetett, bocsánat, hogy ezt mondom, de lehetett búcsúzkodni. Most például kialakítottak a kollégák egy olyan
helyiséget, ami egy üvegablakkal van elválasztva, gyakorlatilag fölravatolozzák az elhunytat, és a család gyakorlatilag a maga csendességében, békességében, aki ezen ért hozzá, akár még zene mellett is, el tud egy kicsit mélyedni a gondolatokba, és el tud búcsúzni az családtagjaitól. Szerintem nekünk önkormányzatként az a feladatunk, hogy itt javítsuk lépésről lépésre azokat a folyamatokat, amelyek a temető funkciójából erednek. A temető egyébként több, mint egy szolgáltatás. Szerintem az egy új lenyomata egy közösségnek, hogy mennyire erős és mennyire figyel arra oda, hogy milyen folyamatok zajlanak egy közösségben, és szerintem, hogyha egy temető szép és rendezett, szerintem lehet szép és rendezett egy temető, nem ellentétes fogalom, és egyébként arra odafigyelünk, hogy ott rend is legyen, akkor az azt jelzi, hogy a városban is rend van, és szerintem ebből a szempontból ez egy kiemelt tér. Tudnék, minden társadalom, tehát ez vissza, sok ezer évre visszamenőleg is nagyon nagy gondot fordított a holtak városára. Mert hogy az valóban egyfajta képe volt annak, hogy az élők hogyan élnek, és hogyan gondoskodnak az elhunytjaikról. Tehát ez, de ez csak egy szintén egy megjegyzés. Közfoglalkoztatás. Itt a 2012-23 közti jó bő 10 éves időszakot tekintették át, milyen eredményeket. Tehát nagyon sokat beszéltünk erről, de most is azért elcsünk erről néhány szót, hiszen egy fontos napirendi pontja volt a testületülésnek. Ugyanilyen évet próbáltunk rajzolni, megrajzolni azt, hogy honnan indultunk és hová érkeztünk meg. Ugye itt most rendszeresen az a vád ért bennünket, hogy mi lekicsinyeljük, és mi azt mondjuk, hogy tulajdonképpen 2010 előtt nem is volt semmi sem. Ez nincs így, én rendszeresen elmondom, hogy egyébként nyilván egy sor ügyben olyan alapokra tudtunk építkezni, ami a városnak a múltjából, a városnak a odafigyeléséből fakad. Mondok egy egyszerű példát, ilyen volt a belvízelvezető rendszer. A belvízelvezető rendszer egyébként a mindenkori önkormányzatok tanács, majd a későbbi önkormányzati vezetések igenis sokat fordítottak, és gyakorlatilag a belvízelvezető rendszereink, árkaink aránylag elfogadható állapotban voltak. Ehhez kellett hozzátenni azt, amit mi most hozzáteszünk. De nem mondhatom azt, hogy egyébként, és ugye valamihez viszonyítjuk, akkor azt mondjuk, hogy mi volt addig, és mit csináltunk mi azután, és miért gondoltunk másképp erre az egészre. Ugye a közfoglalkoztatást onnan indítjuk, hogy a 2010-es évben már ilyen 10% fölötti munkanélküliség volt nálásban az én tudásom szerint, vagy legalábbis ebben a nagyságrendben volt. Ennek ellenére az akkori vezetés a városnak ilyen 100 milliós nagyságrendű forrás nem használt föl közfoglalkoztatásra. Visszaadta, azt mondta, hogy tulajdonképpen ennyit tudtunk elhasználni belőle. Ez azt jelenti, hogy volt pénz egyébként közfoglalkoztatásra, csak nem lehetőséget látott benne az önkormányzat. Mi, amikor az új típusú közfoglalkoztatás elindult Magyarországon, akkor egyrészt Magyarország kormányában, meg abban a programtervben egy 13%-os munkanélküliség mellett azt gondoltuk, hogy a közfoglalkoztatás az nem nyűg, hanem lehetőség. És elkezdtünk olyan programokat összerakni, amely programok kapcsán az elmúlt bő 10 évben összesen nagyságrendnek 7 milliárd forintnyi forrás érkezett a városba. Ezek egyébként pályázati pénzek, mert mindig évről évre pályázni kell a közfoglalkoztatási programokra. Ha jól mondom, ilyen 5,3 milliárd környékén munkabér érkezett ez alatt az idő alatt, és olyan 1,6 környékén vannak azok a források, amik közvetlen költségnek hívjuk, de ezek az, amiből beruházni tudtunk, amiből gépeket vásároltunk, amiből különböző épületeket tudtuk felújítani. Lásd egyébként a fecskeházaknak az alapjait, ezzel kezdtük el, ugye anyagra pályáztunk, és a munkaerővel pedig az épületeket rendbetettük, és így alakulhattak ki az első fecskelakások például. És ugye ennek a folyamatnak egyébként, ennek a elég vaskos folyamatnak része a szociális szövetkezet is. És én arra hívtam egyébként fel a figyelmet, hogy kiragadni a közfoglalkoztatási programból a szociális szövetkezet, és azt mondja, na lám, nézzétek meg, hogy milyen sikertelenül működik, és ráadásul egy teljesen tisztán gazdasági környezetbe helyezni, ráadásul nem is azok a jogszabályok vonatkoznak rá, az valóban mutathatja azt a képet, hogy itt hát ez borzasztó, hogy ez a kis pár embert foglalkoztató cég, aki nélkül egyébként ma már a közfoglalkoztatás nem is tudna működni, az építőipari részre nélkül egészen biztosan nem. Az a program, ami arról szól, hogy egészséges élelmiszert vigyünk be megfizethető áron
a közétkeztetésbe, az a program meg nyilván a másik része nélkül nem tudna működni. Így egész évben kell a város lakóinak látni azt, hogy közel 7 milliárd forintnyi forrás érkezett a városba. Volt olyan időszaka, amikor 1000 fő fölött volt a közfoglalkoztató létszám. Tessenek azt elképzelni, hogy az mekkora felelősség és mekkora munka volt egyébként 1000 ember számára minden nap biztosítani a munkafeltételeket, és az egy hatalmas üzem volt. És szerencsére az emberek jelentős része a kormánynak köszönhetően visszakerült az elsődleges munkaerőpiacra. Akkor is mondtuk, hogy a közfoglalkoztatás nem cél, hanem egy eszköz ahhoz, hogy megőrizzék az emberek a munkaképességüket, és visszataláljanak az elsődleges munkaerőpiacra. Ez megtörtént, és azt látjuk, hogy most olyan 250-300 között van közfoglalkoztatott. Jó lenne, hogyha ez kevesebb lenne, de összességében szerintem a mi felelősségünk az, hogy a lehetőséget biztosítsuk. És aki egyébként nem tud, vagy valamilyen okból nem akar visszakerülni, mert olyan problémái vannak mentálisan, vagy bármilyen formában, vagy már koránál fogva nem tud visszakerülni az elsődleges munkaerőpiacra, akkor olyan közfoglalkoztatási programokat valósítsunk meg, ami egyébként értékteremtő, és nem csak arról szól, hogy el lehet menni reggel dolgozni, ott igazából érdemleges munkát nem kell végezni, majd hazamegyünk. És a végére hagyd mondjak egy olyan programelemet, ami sokkal több, mint közfoglalkoztatás, sokkal több, mint szociális gondoskodás. Elkezdtünk a szalma kultúrával foglalkozni példának okáért, és tulajdonképpen arról tudok beszámolni, hogy az elmúlt pár évben a nemzeti értéktár részévé vált a hagyományos szalmafonás. Gyakorlatilag a Hungarikum előszobájában van a lási szalmafonás, és ez nem történhetett volna meg, hogyha a közfoglalkoztatási programban nem találjuk ki a kollégákkal azt, hogy azzal a jó nánási logikával, hogy ami volt, az lehet is, és gyakorlatilag újra lehet éleszteni a szalmafonást a városba. Ennek egy kis csücske ez a program elem, de azt gondolom, hogy nagyon, nagyon szépen ragyog, és én nagyon büszke vagyok rá, amikor Hajdunánás nagyon sokan a szalmakultúrán keresztül ismerik meg újra, és azt tudom mondani, hogy kívülről, távolról maga ez a szalmakultúra, ez nagyon izgalmas, nagyon érdekes, és milyen érdekes, hogy nem csak elmúlnak dolgok, hanem vannak olyan pillanatok, amikor vissza lehet hozni egy közösség életében olyan értékeket, amelyek korábban a nagyapáink, az elődeink életében fontos szerepet játszottak. És hát ugye azt se felejtsük el, hogy gyakorlatilag a szalmafonók közül már többen tárgyalkotó népi iparművész címet kaptak. Igen. Tehát olyan szinten tudják művelni. És beszélgettem velük is, elmondták, hogy ők igazából nem is nagyon akarnak vállalkozók lenni. Jó, van, aki az lett, de hogy ők nem. Tehát ők úgy elvannak ott, és egymás, szinte egy egymás segítő és egymás örömére is dolgoznak. Ebben az az érték, hogy egy láncszemet újra tudtunk építeni, és van lehetőség arra, és ez majd a következő generáció kérdése, hogy megtanulja, hiteles forrásból tanulja meg a szalmafonást. És az a szalmakultúra, ami évszázadokig jellemző volt a városra, az újra él, és van lehetőség arra, hogy továbbadják a következő generáció számára. Volt egy évadnyitó, gazdasági évadnyitó fórum találkozó a Városházán, ahol azért nagyon sok minden elhangzott, Hajdunánás kapcsolódva ehhez a beszélgetéshez, fejlődéséről, illetve a távlatokról, hogy mi minden várható lehetőség mondjuk 2024-ben és a továbbiakban. Tehát ugye itt volt Tiba képviselő úr, Pajna elnök úr, tehát egy egész részletes tájékoztatást kaphattak a vállalkozók. És nagyon érdekes, mert, de egyébként ez már máskor is jellemző volt, hogy nagyon sok fiatal vállalkozó volt jelen. Az elmúlt években van egy beruházásunk, ami az ipari park fejlesztésről szól, és a régi vásártérnek a fejlesztése volt ennek a célja. És szép lassan betelik az ipari park. Örömmel mondhatom azt, hogy javarész nánási vállalkozókhoz köthető fejlesztése fognak megvalósulni az ipari parkba. Ez több tekintetben szerintem örvendetes. Másrésztről pedig gyakorlatilag arra szerettük volna felhívni a figyelmet, hogy nincsenek olyan témák, amiről ne lehetne beszélni. Szóba került a MotoGP, ehhez kapcsolódó fejlesztések lehetősége. Mindenféle félelmekről beszéltünk, mert nyilván van most egy ilyen, egyrészt egy félelem keltése, másik részről pedig akkor erre vannak mindenféle válaszokat, és én azt gondolom, nem megkerülni kell, és nem elbújni kell ezekről a témák elől, hanem nyíltan, egyenesen meg kell ezeket beszélni.
és gyakorlatilag ezekről a fejlesztési lehetőségekről beszéltünk, és azt is tisztáztuk, hogy egyébként az a fajta vélelem és félelem, amit próbálnak a városba kelteni, hogy egyszer csak majd fölébred ez a város egyik napra a másikra, és hopp, mint a mesébe, itt fog lenni egy olyan beruházás, amit egyébként nem szeretne ez a város. Tisztáztuk, főépítész asszony is elmondta a testületülésen, de itt a vállalkozók számára is megerősítettük, hogy ilyen, ez lehetetlenség. Ma az a képviselőtestületnek van egy érvényes szabályozási rendje arra a területre, az csak arra érvényes, és ha bárki bármilyen formában mást szeretne, ahhoz ugyanennek a képviselőtestületnek ezen módosítania kell, vagyis ez azt jelenti, hogy mi akaratunk, a mi beleegyezésünk nélkül nem tudott változás történni, de ezeket fontos tisztázni, mert napról napra, hétről hétre mantrázzák és próbálják az embereknek a fejébe azt bele hazudni, hogy tulajdonképpen mi valami olyan bűnös beruházásra készülünk itt a városba, ami egyébként a város lakosságát el lehetetleníteni. És még egy fontos dolog, szerintem 25 év után visszatértünk ugyanahhoz a logikához. Ugye 90-es évek végén már beszéltünk róla, volt egy ilyen dilemma, hogy iparra van-e szüksége a településnek, vagy nincs, ipari fejlesztésre. Most 25 év után nyílik újra lehetőség arra, hogy fejlesszünk. Én azt gondolom, nem kellene a következő 25 évet is elszalasztani. Mindenképpen szükség van iparfejlesztésre, de ezt erősítette meg képviselő úr is, ezt erősítette meg a Vármegye elnöke is, hogy erre lesz lehetőség, és én azt gondolom, hogy az én felelősségem, a képviselőtestület felelőssége, hogy jó döntést hozzunk, és olyan fejlesztés legyen itt, ami egyébként a város lakóinak az érdekeit szolgálja. Ipari fejlesztésre szükség van, ezt bizonyítja az is, hogy ez a 10 hektáros ipari park, ez egyébként aránylag rövid idő alatt betelni látszik, és nyilván a következő időszakban pedig azon kell gondolkodnunk, hogy hol tudunk következő fejlesztési lehetőséget biztosítani, akár a város gazdasági szereplői számára, akár más gazdasági szereplők számára. És én azt gondolom, hogy ez egy fontos és szép kihívás, és remélem, hogy a város, az önkormányzat képviselőtestület meg tud ennek az elvárásnak felelni. Tehát akkor adott esetben a MotoGP pálya, mert ugye volt, tehát egy bizonyos rész eleve is egy ipari résznek volt kijelölve, igen, akkor esetleg a város ott egy újabb ipari parkot kialakíthat? Vagy telepen? Ugye az eredeti terv az volt, hogy ott kialakul egy több verseny sportból álló sportkomplexum, és mellette egy ilyen nagyságrendileg 200 hektáros ipari terület, ami egyébként ezekhez a verseny technikai sportokhoz kapcsolódó fejlesztési lehetőséget biztosított volna. Van erre jó példa, talán a Zala Zone, ott, ahol Zalaegerszeg mellett van egy hasonló, az egy tesztpálya, és a tesztpályához kötődően nagyon komoly cégek jelentek meg, és fejlesztési központokat hoztak létre, és gyakorlatilag ott szinte már be is lakták azokat a területeket. Erre lett volna lehetőség. Ugye ez a tulajdon, ez állami tulajdonban van. Önmagunk nem tudunk ilyen fejlesztéseket tenni, a magyar állam tud, de csak a mi hathatós közreműködésünkkel és beleegyezésünkkel tudja ezt megtenni, és én azt gondolom, hogy eddig is jó partnerei voltunk a magyar kormánynak, és ez mindig is a város érdekeit szolgálta, ez az együttműködés, legyen ez közfoglalkoztatás, legyen ez bármilyen más programelem, és azt gondolom, hogy így tekinthet ránk most is a magyar kormány, és mi is így tekintünk rájuk. Ha a város számára elfogadható és előremutató fejlesztési elképzelések lesznek, egészen biztos vagyok benne, hogy ezt a képviselőtestületnek kell, hogy támogassa, de ezek csak olyanok lehetnek, amik egyébként környezeti szempontból és fenntarthatósági szempontból is megfelelőek. Tehát akkor egy kölcsönösség kell mindenféleképpen. Így van, abszolút. Hogy ott bármi is létesüljön, tehát igen. Akkor ez így önmagától úgymond állami felső döntéssel nem tudna megvalósulni. Még egyetlen egy, bár mondjuk ez lehet, hogy inkább alpolgármester asszony asztala lenne, de azért nagyon fontos, hogy két mondatot szóljunk arról, hogy ugye itt most az önkormányzat megint ingyenes buszjáratokat indít a mammográfiai szűrése. Tehát ez most itt a Covid miatt is azért ez most egy ilyen ellaposodott dolog volt, hiszen régebben rendszeres volt, hogy járatokat indítottak, amikor behívták, és akkor ugye most már talán kötelező is a bizonyos életkor határ között a hölgyeknek az emlőrák szűrés megelőzésére szóló szűrővizsgálat. Például ez is egy olyan folyamat, ami önkormányzati ciklusokon átnyúlik. Ez korábban, igen, is volt, utána is folytattuk ezt a programot, és most ezt a Covid-dal kapcsolatos
zárások állították meg, és most újra indul. Ugye ennek a lényeg az az, hogy az önkormányzat biztosítja a buszokat, időpontok vannak, és tulajdonképpen lehetővé tesszük, hogy a prevenció tekintetében nagyon fontos szűrésen részt vegyenek a hajdonállási hölgyek. Én nagyon bízom benne, hogy élnek ezzel a lehetősége. Nekünk önkormányzatként az a dolgunk, hogy ezeket a buszokat biztosítsuk ingyenesen, biztosítjuk, és arra kérek mindenkit, hogy vegyen részt ezen a prevenció szűrésen, hiszen nagyon sokaknak az élete múlhat ezen. Polgármester úr, köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm szépen a lehetőséget.